Közös műsorral készült a krakói és a Székesfehérvári Kamarakórus a Katini emlékkeresztnél tartott ünnepségre. A helyi együttes vezetője szerint ez a koszorúzás a lengyel-magyar barátság egyik ékes bizonyítéka, ugyanúgy, mint a két kórus között kialakult kapcsolat. A lengyel-magyar barátság ugye az nagyon-nagyon régi, és tényleg ahogy ők ide érkeztek Fehérvárra, ők lengyelül beszélnek, mi meg magyarul, de így is megértettük egymást. A II. János Pál Egyház Zenei Intézet kamarakórusa 5. alkalommal jár Magyarországon, és mint a karnagy mondja, szívesen tesznek eleget az ide szóló meghívásoknak. A kamarakórus vezetője szerint a Vox Mirabilis és a krakkói együttes remekül kiegészíti egymást. Amikor otthon megkaptuk a székesfehérvári programokat, láttam, hogy szerepel Katin neve, de arra nem gondoltam, hogy itt ilyen műemlék is áll. Fogalmam sem volt róla, hogy a magyarok ennyire tisztelnek minket. Nagyon jó érzés. Külön öröm a város számára, hogy a lengyel kórus a királyi napok idején vendégeskedik nálunk, mondta Székesfehérvár alpolgármestere a Katini emlékkeresztnél rendezett megemlékezésen. Éppen államalapító Szent István királyunkhoz. A kórustagok énekelni fognak majd a bazilikában a püspöki szentmisén augusztus 14-én 18 órakor, és a Jézus Szíve templomban az ünnepi Nagy Boldogasszony misén augusztus 15-én 10 órakor.